korosztályunk, korcsoportunk már úgy is a... Tehát amiről rajzolnotok kellene, ez az a bizonyos Rákosi címer. Az 50-es évek címere. De a címet kell lerajzolni? A címet. Aha. Várjál. A sarló kalapács. Az is mehet rá? A tetején volt, a karika tetején volt a vörös csillag. Az jó lesz. Hát én nem is tudtam befejezni, meg nem is emlékeztem rá pontosan, de amennyi a töri könyvekből rémet. Azt megpróbáltam lerajzolni. Azt vettem észre, hogy valamilyen búza féleséget rajzolnak egy kör alakban, meg egy csillagot. Hát a csillagra már nem jutott idő, a búza szemekre is 6 darab rákerült, úgyhogy szerintem ez nagyon csodálatos lett. Mivel nem igazán emlékeztem a Rákosi címerre, ezért oda rajzoltam egy rákot. Ezzel jelölve, hogy miről van szó. Hát nem emlékeztem erre a Rákosi címerre én sem, az alapszimbólumokat hoztam föl. Sarlókalapács az nyilván annak a, meg a búza is annak a jelképe lehet, hogy dolgozni kell, és akkor lesz valami. Nos, hogy én a Rákosi címerre gondolok, az nekem a lyuk a magyar zászlón. Tehát emiatt kicsit nehéz volt tényleg így felidéznem, hogy tényleg hogyan is néz ki. Miért pont búza és kalapács? Hát mert a parasztság és a munkásság szimbóluma. Mondjuk a parasztsági a búza, a munkásságé a kalapács. És ugye ez a kornak a jellemzője volt ennek az osztálynak a hatalma, vagy diktatúrája. Lehet, hogy én vagyok ennyire tudatlan, de a vörös csillag az alapvetően mit szimbolizál? A kommunistáknak a szimbóluma, erőteljes szimbóluma. Fájt, amikor 56-ba kivágtak? Ez is nagyon jó kérdés. Aha. Igen, tehát tulajdonképpen... Érdekes. Nem. nem fájt. Tehát keressétek meg az alakot, nézzétek azt is meg, hogy esetleg milyen kelléke van, ilyesmi. Te várj, meg gumicsizma csak rajtam van? Rajta is csizma van, Jani. Meg még valami lámpa is, lámpa, meg kalap. Megvan az én kellékem. Jó nézel ki, Várjál. Valami terv van, amit teljesíteni kéne a határidőn, és mondjuk az lehet a probléma, hogy meg vagyunk csúszva, de... Stalinista mozgalom is ott volt. A gyerek az egyenesen csak ennyit csinál. Hát mert rámutat a könyvre szerintem. Ja, értem, hogy rámutat a könyvre. Igen, nekem van ott egy könyv a kezemben. Igen, tehát először az lenne a lényeg, hogy barátian, tehát egy ilyen műbarátsággal, ilyen műmosolyal, ilyen nagyon mesterként barátsággal jössz felénk. Akkor mondjuk a kommunizmus, a szocializmust együtt kell építeni, elvtársak, mert a társadalom, az minden tagja fontos, és mind a kettő szerves építője a rendszernek. Tehát most azt kérem, hogy szemrevételezzétek, mert elvileg most mindenki számára nagyban kiderül, hogy melyik szerepet kapta. Keressétek meg a helyeteket ebben a reliefben. Hát mi itt nyomorgunk, el vagyunk nyomva egy alsó rétegbeli parasztcsalád, ők meg itt feszítgetnek, tervezgetnek, ilyenek, nekik több helyük van. Tényleg mi parasztok, rendőrök, meg aha, tényleg. Látszik a címe? Értettem, elvtárs, megsokszorozzuk a teljesítményt. Terjed már az eszme! Sok tudással a nemzet felvirágzik. Bennük a jövőnk. Vezess a szabadság felé. A pártért előre. Szenet a kohókba. Éljen az eszme. Szolgáltassuk be a terményt. Figyelek a munkatársamra. 150 tonnával több szén ez évben. Megvédem a családom és a büszkeségem. Anya, apa, segítsetek rajtam. Nem sokára lesz mit ennünk. Anya, mi? Félek, hogy kicsit túl
hangsúlyozzuk ezt a Rákosi címert ott, hogy megmaradt. Tudnék, olyan érzésem van, mert engem is meglepett, hogy megmaradt, hogy ez egy építészeti gesztus, ami erre a megyetanácsra valamikor rákerült, egy minőségi dombormű, valljuk őszintén, független az ábrázolásától. Ez nem csak egy építészeti motívum, hanem egy nagyon érdekes koremlék is, tehát ez lehetősége arra, hogy aki arra jár, elgondolkozzon azon, hogy mi történt. Nem feltétlenül kell összeegyeztetni a politikai üzenetével, mert az, amikor 50-56-ban az fölkerült oda, más üzenete volt, mint most 2016-ban. Még azt is megmerem kockáztatni, hogy van olyan, aki, még egyszer hangsúlyozom, nem az 50-es évek Magyarországából kell kiindulni, ami valamilyen szintű nosztalgiával is gondol rá, vagy legalábbis a fiatalkora, a gyerekkora, az itt történt, az itt zajlott, ebben a korszakban zajlott. És nem az AVH-ról beszélek, hogy azt emlegetjük vissza, hanem mondjuk a véradás után a virslisört, meg ilyeneket. Hát itt kezdődik a kérdés, nem akarják látni? Láttatni? Az nincs benne még a tudatokban. Én azt gondolom... Nem, nyugodtan, átadom azt. De mindig én pofázok, mondja csak. Ez pont azért marad föl, mert ez egy építészeti gesztus, és nem több. Én tudtam, hogy van egy ilyen dombormű, elképzelésem se volt, amit ábrázol. Nem tudtam. Mentem el mellette néha, amikor középiskolás voltam, arra járkáltam, a dombormű, kb. A lábukig jutottam, meg hogy van ott valami zászlót tartani, és ennyire. Nem. Ez majdnem egész Tarján így van egyébként, hogy nem kell aggódnod, és idősebb korosztály.